köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. 50 esztendővel ezelőtt harcolta ki története során először az NB1-es tagságot a Vadász Tölténgyári Vasas, azaz későbbi nevén a Videoton. A fél évszázados jubileum kapcsán a csapat tagjai találkoztak, és egyrészt emlékeztek azokra a csapattagokra, akik már sajnos nincsenek köztünk, másrészt felidézték a régi sikereket. ben a szinte frissiben átadott sóstói stadionban 8000 néző ünnepelte a történelmi sikert. A szezon utolsó mérkőzése már csak formaság volt, hiszen egyfordulóval korábban a Ganzmávag elleni 5-1-es győzelmével már bebiztosította a feljutást a fehérvári együttes. A zárófordulóban Kű, Balog és Bognár góljával gálázott a csapat a kecskeméti Dózsa ellen. 4 évnyi másodosztályú tagság után az élvonalba jutott a Vadász Tölténgyári Vasas, avagy ahogy 1968. januárjában pontosabban átkeresztelték, a Videoton. Fél évszázaddal később, 2017. december 5-én a székesfehérvári Szent István székesegyháznál gyülekeztek a csapat élő tagjai. A pap válogatottban is megfordult, Tallér Krisztián plébános áldotta meg az 1967-es sikert elérő együttest. Sajnos a csapat 22 tagjából már csak 8-an vannak közöttünk, Balog Károly, Burka Imre, Dudás József, Horváth Kettő Lajos, Karsai László, Kerecsényi Lajos, Kű Lajos és a kapus Tímár Mihály. Szár Rózsát kérem, csapat nevében, a játékos társai nevében, a jóisten áldjon meg. Az egykori csapattársak, az égi futballpályán játszók sírhelyeit is felkeresték, az egykori csapatkapitány Bognár Ferenc, vagy éppen Bobori Béla emléke előtt is fejet hajtottak. A vegyes érzelmek közé természetesen öröm is vegyült. Az egykori játékosokat Varga Tamás országgyűlési képviselő és Kovács Zoltán, a Videoton FC sportigazgatója is köszöntötte. 50 évvel ezelőtt én még kisebb gyermek voltam, de sokat beszélünk az 1980-as évek nagy csapatáról, az UEFA menetelésről, meg is ünnepeltük, és azt hiszem, hogy ez természetesen helyes, de az is illő, hogy megköszönjük azoknak, akik 50 évvel ezelőtt, 1967-ben ezt a csapatot, amelyet ma Videotonként szeretünk és magunkénak érezzük, mi fehérváriak, megköszönjük, hogy a Nemzeti Bajnokság élvonalába juttatták akkor ezt a csapatot. És ezt tettük ma itt egy baráti találkozó keretében, ahol a régiek természetesen felelődik a régi emlékeket és élményeket, mi fehérváriak pedig megköszönjük, hogy 50 évvel ezelőtt ekkora örömet okoztak Fehérvárnak, és bízunk abban, hogy a Videoton mai csapata és a jövőbeni csapatok is sok-sok örömet fognak még okozni. Egyetlen egy szóval kellene jellemezni mindazt, ami 50 évvel ezelőtt önökkel történt, akkor melyik lenne ez? Csodálatos, kérem, csodálatos volt. Hát volt egy, hát nem tudom, mennyire, ti nem emlékeztek nyilvánvalóan, egy gyönyörű nóta jut eszembe, kérem. A boldogságtól ordítani tudnék egy klasszikus győzelmi éneket. Volt egy olyan úriember, úgy hívták, hogy Dobos Attila, ez volt egyik csodaszép nótája. Boldogságtól ordítani tudnék egy klasszikus győzelmi éneket. Fantasztikus volt. Tehát először Székesfehérvár történetében 972-ben alapítatott Székesfehérvár. A Magyar Labdarúgó Szövetség 1901-re datálódik. Videóton 1941-ben lett avat, vagy pontosabban alapítva. Na most először történt az meg, hogy följutott az első osztályba. És valóban, akkor még olyan világklasszisok játszottak az NB1-ben, mint az egyetlen magyar aranylabdás Albert Flórián, de említhetnénk Bene Ferencet, vagy éppen Mészöly Kálmánt. Nos, 1967-ben a fehérváriak kivívták a jogot, hogy az illusztris társaság közé emelkedjenek. Ahol eldőlt a feljutásunk, az utolsó előtti mérkőzés volt, azt hiszem 8000 ember volt a Berényúti Katlanba, kérem. 5-1-re győztünk, Karsai Laci rúgott 2 gólt, én rúgtam 2 gólt, és Balog Karcsi rúgott 1 gólt. Utána, ennek a meccsek utána, kérem, hát óriás. Felrobbantotta a kicsi stadionot, kérem, és tényleg hát valami frenetikus volt ez az ünneplés, ami ott történt.
és annak utána is még sokáig, mert utána még volt egy mérkőzésünk a Kecskemét ellen, amit 3-0-ra megnyertünk, de már nem a Belénjutó, hanem az már a Sóston volt, és az már csak egy ilyen jutalomjáték volt, tehát ilyen örömfoci volt, és akkor tényleg hát a publikum kiélvezhette azt, hogy már benn vagyunk, és minden stressz nélkül tényleg csak átadhatta magát a gyönyörűségnek, a szépségnek, meg a hálának. Tehát. Hogyan fogadták ezt a sikert a székesfehérváriak? Milyen volt járni, kelni köztük? Milyen élményekért? A város, hát nem lehetett, hogy akárhol ment az ember, mindenütt természet, Lajoskán, fantasztikus, Lacikám, Józsikám, Pistikém, Lajoskám, mindenki, hogy ne? Hát egy kis település, hát akkor jó Isten, talán 70 ezres lehetett, de óriási volt az öröm. Tehát egyszerűen fantasztikus volt az a jó kedv, amit tapasztalt az ember, meg az öröm. A csoda, ahogy ön fogalmazott még a beszélgetés elején, az már a másodosztályban töltött, tehát a feljutás megelőző másodosztályi szezon elején érezhető volt az öltözőben és a pályán, vagy ez közben értesz? Szóval, így, hogy visszagondolok, de pontosabban tudom, először 1967. május 2-án kerültünk az első helyre. És ott már érezhető volt, tehát magabiztos jó játékkal. Tehát meggyőző jó játékkal nyertük a meccseinket. És akkor ugye egy vereséggel kezdtük az őszi szezon, de utána megint aztán magunkra találtunk, és akkor tényleg megint zsinórban olyan mérkőzések következtek, amikkel lehet látni, hogy tehát tényleg jók vagyunk, és reális esély van arra, hogy titkos vágyunkat, esélyünket realizáljuk, és akkor ez sikerült. Tehát tényleg volt tartás a csapatnak, kitűnő jó védelmük, a ragyogó kapus, ragyogó védelem, középpályán meg hát szépen játszogattunk, ott a Karsai Lacival próbáltuk a fazontot szabogatni, és akkor Balogh Karcsi személyében meg egy ragyogó gól királyunk volt. És akkor voltak Bodnár Laciék, voltak a többi játékosok, akik szintén olyan szinten játszottak, hogy kérem, az kerekedett ki belőle, amit aztán végén megtapasztaltunk, hogy végén, amikor kellett, 5-1-re győztünk, és bebiztosítottuk helyünket az első osztályba. A csapatban 7 játékos az NB2-ben, az NB1-ben és az NB1-ben is az együttest erősítette. Sőt, Bognár Ferenc, a felejthetetlen csapatkapitány, már a megyei bajnokság idején is játszott, összesen 284 mérkőzésen. Kerecsényi Lajos 133 meccsen szerepelt. Egymásért hajtottunk, küzdöttünk. Minden játékos, nagyon jóba voltunk egymással, posztonként is, a csatársorral, a védelemmel, a középpályával. Szerintem az összjáték, az a győzni akarás, az a lelkesedés, az, ami bennünket előre vitt akkor. És ez eredményezte azt, hogy aztán sikerült is végül is följutni. Volt már olyan, hogy előbb is följuthattunk volna, csak akkor még úgy nézett ki, hogy hát finoman szólva az igazgatónk, a vezetőnk nem nagyon akarták, hogy NB1-be följussunk. Egész 67-ig, 67-ben kimondta a vezérigazgató a gyárnak, hogy be kell kerülni, ennek az ára az, hogy nem kell bemennünk dolgozni. És valóban az volt, és akkor a csapat összefogott, és sikerült bekerülni. Ön összesen hány szezont húzott le a Videótonnál, és mikor érkezett a feljutást megelőzően? Én 1960-ban érkeztem a Videótonhoz, 12 évet játszottam itt a Videótonnál. Először úgy játszottam, mint csatár, és akkor onnan kerültem mindig hátrébb. A végén már mi időnkben még úgy hívták, hogy beállós, emberfogó beállós, ezen a poszton, és itt is hagytam abba. Hosszú vagy rövid volt ez a 10-12 év? Én azon a véleményem vagyok, hogy még rövid volt, megmondom miért. Mert amikor én 72-ben abba hagytam, akkor én legalább olyan kondíciót éreztem magamban, mint az a 25 éves vagy 22 éves. 32 éves voltam, amikor abba hagytam, de mondom, én erőben, kondícióban még úgy éreztem. Csak a mi időnkben sajnos kitalálták azt, hogy aki 30 évet elért, az már öreg, kezdték kiépíteni a csapatból. Szóval én ebben a generációban, sajnos nagyon rossz generációban születtünk. Milyenek voltak a reakciók itt a városban a feljutást követően? Megállították önt az utcán? Nagyon. Nagyon-nagyon örültek. Mi volt a legkülönösebb élménye? Húha, hát mit mondjak.
Hát amikor egy-egy gólt fejeltem, és a városba végigjöttünk, mert ugye itt nyilvánvaló, hogy bejöttünk, sőt, itt volt a klubunk a Velencébe anno, és hát ugye nagyon sokszor megállítottak, kérdeztek, meséljünk a meccsről, hogy volt, miként volt, nagyon sokat. Nagyon szerettek bennünket a szurkolók. Horváth Lajos, vagy Horváth 2 az NB1 felé vezető úton több mint 236 derbin lépett pályára, és 4 gólt szerzett. A gól az 11-esben volt, igen. Mind a 4 11-es? Igen, igen, igen. És egyet meg kihagytam. Nagy gólt akartam rúgni, aztán a kapufa így tökött, és itt találtam el a kapufát. Úgyhogy utána is rúgtam többet. Mikor volt az első meccse a videótomban? Hát tehát három mondat, jó? Így tudnám, 1958-ban kerültem az MTK-ból a Hidegkutihoz, az ide a videótomba. Akkor még VT Vasas volt. Ez 58-ban volt. Akkor már nyilván formálódott az a csapat, amely a későbbiekben aztán kiharcolta a feljutást. Tulajdonképpen az képezte az alapot, mert nagyon idős játékosok voltak máskülönben, de jó futballisták voltak. Hát játékostársam, akivel standard játékos voltam egy életen keresztül még futballozott, az a Bognár Feri, ketten voltunk, csak standard játékosok. Úgyhogy nagyon jó futballisták voltak. Hát, utána volt egy másik garnitúra, az még jobb volt. A Karsaitok. Hát a Karsai az játszott velünk a főkerült csapatba. Úgyhogy az nagyon jó futballista volt a Karsai. A csatásor az fenomális volt. Ez a Balogh, Kű, Bodnár, Karsai, Ispajics. Meg kell mondjam, hogy ma is el kellének. Olyan futballisták voltak. A védelemben is, hát most én ott játszottam, nem dicsérem. Úgyhogy nagyon jó garnitúra volt. És a másik dolog, nagyon szerették a labdarúgást. És nem csak, mert tudnélik, itt ma a pénzért megy, ott meg a labdarúgás iránt érzett szeretetből futballoztak, mert amit kaptunk, az szeretet kérdése volt, alamizsna volt. És soha egy szót nem... Senki nem említette meg azt, hogy esetleg ez túl alacsony színvonalú anyagi dotálás. Milyen gyakran találkoznak a csapattagokkal? Hát én azért szervezem a társaságot, hál' Istennek most is sikerült összehozni. Ami probléma, illetve hát elszomorító, hogy egyre kevesebben vagyunk. De én inkább azt mondom, hogy kérem, nem csak félig van a pohár, hanem félig tele, kérem, hál' Istennek, ennyien is vagyunk. 50 év után is még. Él nemzet a hazán. Tehát élnek még emberek, hál' Istennek, ebből a csoda csapatból, a 67-es hősökből. Ja, nagyon sok helyen megfordult a világban, azt gondolom, ez abszolút kijelenthető. Mégis érezhetően szívén viseli a csapata, a volt csapata sorsát. Ezt miért tartja fontosnak? Hát nevelő egyesületem, úristenem. Itt kaptam először szerelést. Hát én nagyon hálás vagyok. Két csapat van ilyen a világon. Egy, ez a videóton, anya egyesületem, kettő a Ferencváros, a nemzeti, tehát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színháza. Mind a kettőt nagyon szeretem. Most volt a meccs, játszottak egymással, én mondtam, hogy legszívesebb azt láttam, vártam volna, hogy 9-9 legyen, és hirdessenek két győztest. Nagyon szeretem Székesfehérvárt. Én Székesfehérvár, Budapest a világ legszebb városa, de Székesfehérvár kedvesem nekem. Az NB1-es tagságot kiharcoló csapat azért valamelyest lerakta az alapokat, hiszen ne feledjük, alig több mint 10 év múltán már bajnoki ezüstöt ünnepelhetett a Videóton, amiből majdnem arany lett, és nagyjából 20 év múlva már egészen az UEFA kupa döntőig menetelt a Videóton, ahol a Real Madriddal játszott. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!